Váci Antal Judit, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke elmondta, minden évben nagy aktivitással szervezik meg a tagok ezt az eseményt. Bár a reggeli eső próbálta visszatartani őket, végül kis csúszással, de elindultak a programok. 10 órakor el tudtuk indítani a programunkat, megnyitottuk. Felkértem Berta Zoltán alpolgármestert, hogy legyen szíves megnyitni a mai eseményünket, és utána elkezdtük ugye a futóversenyeket korcsoportonként, majd most a következő számunk egy sorverseny lesz, de folyamatosan a nap folyamán légvárak lesznek a gyermekeknek, aztán arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés, de jelen lesz egy rodeóbika is, amit kipróbálhatnak a gyermekek. Ez mellett lesz egy füstsátor a katasztrófavédelem által, amit kipróbálhatnak a gyermekek. A délután folyamán pedig egy kicsit kötetlenebb lesz, ott akár sárkányhajózhatnak is, készülünk a napzárásra pedig egy habpartival majd. Berta Zoltán alpolgármester is részt vett az eseményen, a bográcsok tartalmát is leellenőrizte. Tradicionálisan tartja meg a Tolnai Nagycsaládos Egyesület a Családi és Sportnapját, ugye a város egyik legrégebbi civil szervezetéről beszélünk. Hát korábban a családommal vettem részt rajta, hiszen magam is nagycsaládos vagyok, és még gyermekeink kisebbek voltak, addig aktív tagjai voltunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket már fiatalkorukban is a sportra, a közösségi életre, a család egységére neveljünk, és egy ilyen családi nap teljes mértékben hozzájárul, ahhoz segíti azt, és az óriási segítséget fog majd a jövőben is jelenteni a családoknak, hogy egy ilyen millióban, ilyen légkörben nőhetnek fel a gyermekeik. A főzőverseny bátor résztvevői magabiztosan kevergették a pörkölteket. Hát remélem, hogy az első helyezett leszek, és vegyes pörköltet csinálok. Van benne marha, köröm, meg lapocka, csülök, és ennyi igazából, meg a jó kedv. Babos Béláék 50 főre főztek, sok éhes szájat etettek meg, és egy sajátos recepttel érkeztek. Van benne csont, illetve bőr, köröm, marhain, különböző állatokból raktuk bele, úgy mondom, a dolgokat. Tehát marhából, disznóból, amit adtak hozzá. Mindig jó, hogy egy közös társaság. Ezt a pörköt is szereti. Az Egyesület életében a sport és a családi nap az év legfontosabb rendezvénye. Szívügyüknek tekintik a mozgást, az egészséges életmódot és a családi összetartozást.